Szálirányok. T. Dorombi Mária, Fóris Katalin és Víg Krisztina textilművészek csoportos kiállítása a Kass Galériában. A három végzettsége szerint textilművész a textilszálakat átértelmezve új irányokat keresett művészetében. Technikájukat és az általuk használt anyagokat tekintve megmaradtak textilesnek, gondolataikat a textil nyelvezetén fogalmazzák, azonban kortársakként újra értelmezik ezek hagyományos megjelenési formáit és kitágítják értelmezési határait. A galériába belépő látogatók számára a legmeglepőbb élmény első látásra, hogy a kiállított művek alapanyaga jó részt nem textil. Láthatunk drótszövet szobrokat, film- és röntgenkép emlékszöveteket és 3D tollal hímzett plasztikákat is. Ami hármójuk munkáit összeköti, az emlékezés és az emlékhagyás szálai. A megnyitó Mátrai Péter rövid elmélkedése felvezette a művésznőkkel történt beszélgetést. Szálirányok. Fóris Katalin, Víg Krisztina és T. Dorombi Mária kiállítása, Kass Galéria, 2020. szeptember 17-e. A három grácia, a Karisok, Aglája, Eufrosyné és Téleja mai alter egói ők. Katalin, Krisztina, Mária. Szálltak le ide hozzánk, s hagytak nyomot e térben. A ragyogás, az öröm, a virágzás, a kreatív teremtő termékenység, kreatív kortárs istennői ők. Mindhárman más-más egyéniségek, három különböző szólam, különféle nyelven recitálják ugyanazt. Kutakodó kíváncsiságuk szálai egymást keresgélve a szemünk láttára szövődnek egyé. Harmóniáik egybecsengenek, összeadódnak, ugyanis az emlékezés apoteózisa járja át munkáikat. Katalin. Vetítőgépből szökött szanaszétszakadt filmszalagokat, sorslenyomatokat rőzsegyűjtőként kötegel egybe. Rendezi hullámzó tájképekké a széthullott múltat. Feszes damil szálak tartják össze az újrahasznosított vonagló emlékfoszlányokat. Hol határtalanul lebegőn, hol pedig képkeretbe kényszerítve onnan kitörni igyekezvén. Az emulzió rétegei alól felsejlik az egykoron volt. Kiáltások, sóhajok hangzanak, üzennek a mának, a jövőnek. Krisztina. Pókként a semmibe kapaszkodva löveldi ki színes szálait. Monoton monokrom, mániákus reménysugarakat hímez a térbe. Műanyag szállabirintusokat, áthatolhatatlan zöld bozótost, a fényt sejtetően sejtető kék keszkenőt, vérvöröslön szagadozott párnacsataképet, hófehér cukorszív kristályképletet, átörökítve az elmúltat. Mária. Felfestő szitaszövetet fejt tovább, szálasz szét elemeire. A semmiből szövi a térbe alakzatait, narratív értelmet adva az eledig rezzenéstelen, jelentés nélküli szétzilált szisztémának. Drótvonalaival a hétköznapokat írja, rajzolja, leheletszerű, éteri, megfoghatatlan, és mégis oly ismerős tartományokba, tükröt tartván magának, magunknak. Lássuk, halljuk, tapintsuk, és értsük is meg ezen üzeneteket, és adjuk tovább, kiki a maga nyelvén, a maga hangján. Köszönöm szépen! Én hosszú-hosszú évek óta, már a 70-es évek végétől kísérletezem a drótszállal, ami
egy teljes érdekes módon kapcsolódik a textil munkáimhoz. Ugye 76-ban végeztem az iparművészeti főiskola textil szakán, festőnyomó szakon, aminek természetes volt, hogy hatalmas textileket festünk, lakástextileket készítünk, tehát alkalmazott textil, de mellette mindig ott volt az autonóm textilalkotás lehetősége is. Én nagyon szerettem ezt az oldalt, a mai napig azért festek, de a 70-es években, amikor én bekerültem a szombathelyi textil triennálék világába, akkor volt egy olyan új kategória, ami mini textilről szólt. A mini textil mérete meghatározott volt, 20x20x20 cm-es alkotásokat lehetett leadni, akár lehetett síkba, de aki szeretett volna, az kiléphetett a térbe. Most hát ez nagyon megindította az összes textilművészt, és mindenki kísérletezett, anyagokat keresett, többnyire textilből készült munkák voltak. Én meg arra gondoltam, hogy egy textil hatású legyen, de tudjam egy pillanatot az időnek megállítani, tehát az a textil szál az legyen kemény, az álljon nekem valahogy térbe. Próbálkoztam gipszel, ragasztókkal, mindennel, míg végül megtaláltam a drótszálat, de annak is egy olyan drótszálat kerestem, ami itt nagyon jól látható is, hogy hullámos. Tehát hasonlít a textil szálhoz, a szövött textil szálhoz. És a munkákat úgy készítettem, az első kis munkáimat, hogy felbontottam a szövedéket. Tehát tettem egy szövött fém, bronz, vagy éppen bármilyen inox anyagot. Felbontottam, és ezek a szálak már hullámosak. Ennek azért volt hatalmas előnye, és ez a mai napig is ezt használom ki, hogy ezek a munkáim, amiket azóta is készítek, nem kell őket megforrasztani, hogy álljanak. Ezek teljesen azáltal, hogy a hullámos az anyag, meg tud akadni a drót. És ettől tudom szépen formálni, és egyszerűen megmozdítani. Most az első munkáim nagyon kicsi 20x20-as munkák voltak természetesen, amit ezekre a textil triennálékra beadtam, de annyira benne volt a lehetősége a léptékváltásnak, hogy elég hamar elindultam a nagyméretek felé, és ugye természetesen akkor vastagabb drótokkal, és egészen a rozsdás drótig is ment a dolog, úgyhogy vannak hatalmas 3x3x3 méteres drót kompozícióm is, ami mondjuk van olyan, ami az 56-os műcsarnoki kiállításon volt, van, amelyik megjárta Lengyelországot, Luigi Biennálét, tehát nagy méretben is igyekeztem dolgozni, de azért azok egy ilyen nagy lélegzetű dolgok, a mindennapokat ezek a kis finom munkák teszik ki számomra, ez kicsit olyan, mint hogyha most lehet, hogy ez túl egyszerű szó, hogy az ember úgy szeretne valamit csinálni otthon esténként, amitől úgy megnyugszik, ami a lelkét úgy rendbe teszi, ez egy nagyon rossz szó, nem tudom, hogy itt mondjak, de tényleg amitől úgy megnyugszik. Hát régen hímeztek, kötöttek a nők, mindenféle kézimunkát csináltak, tulajdonképpen az első dolgok néha így indultak el, aztán rájöttem, hogy ez ennél sokkal több van ebbe. Tehát gondolataimat tudom ezáltal kifejezni. Igazából igyekszem megfogalmazni az élményeimet, a saját hozzáállásomat egy kicsit a világhoz, és hát egy-egy kérdésre választ, amit az ember izgatja, és problémát okoz neki. Hát ez a Sóhaj című nagyobb munkám, ez 2006-ban készült, ennek csak azért érdekes a dátuma, mert azóta nagyon kevés helyre vittem el, mert nagyon érzékeny munka.
nem elsősorban szakrális munkának készült. Ez nekem egy saját érzelmi problémám, egy szülő elvesztése után, édesanyám elvesztése után készült, és valahogy nekem nem is azt jelenti, nekem azt jelenti, hogy egy utolsó sóha, és mi marad belőlünk. Nekem valami ilyesmit jelent ez a munka. Hogy ezek a kisebb munkák azért az elmúlt egy-másfél évnek a munkái. Ugye mindenki a határól beszél már több év óta. Én is úgy gondoltam, hogy csinálok határesetet, amit a textilt összefűztem ugye a drótokkal, ami triasztásul szolgál, de azért beletettem egy kis játékosságot, mert azért anélkül nem munka-munka. Tehát igyekeztem valami esztétikumot is hozni bele, hogy ne csak a szörnyűségekről beszéljünk. A galéria vezetője, Ilona, Nyakas Ilona és a Kinga nálam voltak otthon, és hoztam föl a műhelyből megmutatni a munkát, és ez ilyen dobozba érkezett vissza Koreából, elmúlt év nyarán Koreába volt, és ahhoz ugye komoly csomagolást kellett készíteni, hogy ne hajón vitték, ne történjen semmi baja. A munkának a címe Ösztánc, tulajdonképpen, hogy össze vagyunk kötve a lábaink, és egyszerűen ennek a nehézségéről, hogy mozdulni is csak együtt tudunk. És amikor meglátták Ilonáik, és az, hogy ez még egy dobozba is van zárva, most, amikor be vagyunk zárva, azt mondta, hogy nem engedi, csak ezzel együtt kiállítani. Úgyhogy így történt, hogy itt ilyen együtt van a kettő, talán hangsúlyosabban jelentkezik is a cím és a gondolat összefüggése. Több munkám készült az úttal, az utazással, az életünk utazásával, és egyszerűen a haladással, és többféleképpen fogalmaztam meg, ugye az embernek, amikor még fiatal, akkor még nagyon-nagyon széles és rengeteg lehetősége van, és ahogy így emelkedik, úgy egyre elfogy az út, és igazából ennek a képét akarta, a vizuális megjelenését próbáltam a gondolatomnak kifejezni. Őrzők 1-2, ez egy kicsit összetartozó munka. Én úgy gondoltam, hogy ma, amikor ugye határokról és mindenképpen értékekről beszélünk, akkor mindig felmerül az, hogy mit őrzünk és ki őrzi. És én megpróbáltam ehhez olyan egyenes derekú, olyan erősnek kinézetű kompozíciót előállítani, amiben benne van ez az érzet, hogy ez tényleg tud őrző lenni. Én ebben a munkában, különösen ebben a kicsit ritkább kompozícióban elég nagy erőt érzek. Én éppen ezért gondoltam, hogy lehet, hogy ezt meg fogom egy kicsit nagyobb léptékbe is valósítani. Először is hagyj ragadjam ki a textilművész fogalmat. Én nem hiszek a kategorizálásban, így nem hiszem, hogy ennek a fogalomnak lenne bármilyen értelme manapság, vagy létjogosultsága. Én abban hiszek, hogy a kiállításon szereplő mindhárom művész, elsősorban képzőművész, aki valamilyen olyan anyagot használ, ami leginkább a textilhez lehet köthető. És ezekből a választott anyagokból olyan formákat, vagy olyan felületeket hozunk létre, amelyekkel
úgymond egy textilhez hasonló felület jön létre. Ugye mindannyian szálakat használunk, és a szálakat nem is lehetne másképp egymáshoz kötni, egymáshoz csatolni, ha csak nem valamilyen szövéssel, fonással, összeillesztéssel, aminek a végeredménye mindenképpen egy textil felület, egy textilhez hasonló felületet hoz létre. De ennek ellenére ezek a munkák nem textil munkák, nem is tudom, mit jelent ez manapság. Nagyon érdekes kérdés számomra, hogy tulajdonképpen mit is használunk szálanként. Ugye a kiállításra szereplő mindhárom művész szálakat használ. Ugye van, aki drótot használ, van, aki filmet használ. Én az én esetemben műanyag kerül előtérbe. Ez a műanyag, ez nem egy jelentős anyag. Az én művészetemre általában az jellemző, hogy hulladékokat használok, illetve nem kifejezetten hulladékokat, de olyan anyagokat, amik az embert körülveszik. Mindennapi használatban fontos anyagokat értek, vagy ételeket, gumicukrot, használt ruhákról lebontott frittereket. Kiállításon látható munkáim filamenttel készültek, de nem 3D nyomtató segítségével, hanem egy egyszerű 3D toll segítségével, amely tulajdonképpen a 3D nyomtatás technológiáját úgymond egy kézműves technológiává alakítja át. A kiállításon szereplő munkák mindegyike a régmúlt mindenki által ismert és használt textíliák motivumrendszerét, díszítésvilágát dolgozzák fel. Ugye mindenki nagymamája használt abroszokat, hímzett terítőket, álnemüket, de manapság is nagyon sokan használnak hímzett ruhákat, illetve dizájntermékeket. Számomra ez a díszítésvilág borzasztóan érdekes és abszurd, amit nem szabad feledésbe hagyni. És hát ez a díszítés iránti vágy, illetve a motivumokkal való kommunikáció, ez abszolút meghatározó része az emberi viselkedésnek, hiszen nagyon-nagyon fontos kommunikációs eszköz a mindennapi dizájn, vagy bármilyen területe az életnek használja a motivumokkal való kommunikációt. És én a motivumokból elsősorban a hímzést ragadtam ki, mert maga a hímzés cselekvés egy borzasztó hosszadalmas munkafolyamat, mely elsősorban egy olyan meditatív közeget hoz létre, melyel az ember egy úgymond egy másfajta tudatállapotba is kerülhet. És ugye ezt mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos része az alkotói folyamatnak. A kiállításon szereplő motivumok főleg klasszikus, könnyen értelmezhető elemeket ragadnak ki a hímzésvilágból, mint a szív, illetve a virág motívuma, és ezekkel elindítok egyfajta olyan abstrakciót, ami során ezeket a motívumokat felbontom, és teljesen abstrakt négyzethálós rendszereket hozok létre. Ez a gondolatmenet, ez az abstrakciós készség, illetve a textil, mint olyan a szálak rendszerének újra gondolása nagyon jelentős volt ugye a 70-es, 80-as évek textilművészetében, mely ugye nem csak a világon, Amerikában volt olyan nagyon jelentős, és megalapozta a nagyon sok művészeti irányzatot, hanem Magyarországon is rendkívül jelentős volt, jelentős művészekkel, és ez nekem ez mindig nagyon-nagyon fontos kiindulási pontot képezett. És úgy gondolom, hogy a művészetem ennek a fajta textil mozgalomnak egyfajta folytatása, illetve újraértelmezése és újrafelelevenítése. Thank you.
Nos, hát valóban textilművészek vagyunk mindannyian, de kísérletezni is szeretünk, tehát előbb-utóbb az utunkba sodor valamit az élet, ami aztán felkelti a kíváncsiságunkat, az anyag iránti érdeklődésünket, és ez kísérletezésre késztet. Én úgy jártam, hogy természetesen valami kis családi momentum zavart bele a képbe, amikor a férjem nagynénje elém rakott két darab Xerox doboz tele filmnegatívokkal. Ő Bálint Gizella fotográfus volt, aki egy egész életen keresztül egy kisvároskát fotózott, ő volt a város fotográfusa. És akkor kiöregedett már, abba hagyta a fényképezést, a szeme meggyengült egy kicsit, és akkor hát persze a fia átvette ugyan a műhelyt, csak hát átállt digitálisra. És akkor itt voltak ezek az anyagok, ezek a filmnegatívok, és hogy hát hallotta, hogy én szövögélek, vagy művészettel foglalkozom, hát ha tudok vele kezdeni valamit. Hát én nagyon örültem neki, először csak nézegettem őket, és gyönyörködtem a színükbe, ezek mind ilyen régi patinás filmnegatívok voltak, már-már sárgulófélbe zöldeltek, gyönyörűek voltak, és akkor arra gondoltam, hogy ezeket valahogy meg kéne menteni. És őket az elején csak így a perforációk mentén vartam így össze, ahogy van egy filmnegatív, összeillesztettem, és egy ilyen cérnával, egy speciális cérnával összevartam őket. Ez lett az első zászlóm, Mentés másképp címmel, tehát itt nem nyúltam még az anyaghoz egyáltalán, itt csak tényleg a mentésre koncentráltam. Ez az első zászló, ez Szombathelyen volt bemutatva, és hát számomra ez jelentett a mérföldkövet a filmekkel való kísérletezésben. Utána elfogytak ezek a régi patinás filmek, és akkor amit kaptam, lassan kaptam őket, az újabb ilyen filmnegatívokat, hát bizony ez, elkezdtem kísérletezni velük, tehát már nem féltettem őket, és megtaláltam egy olyan anyagot, amivel lemaradtam a fényérzékeny réteget róla, és akkor felsejlett, hogy mi van alatta, mert bizony mindegyik más színű, ami alatta van, de ezt csak akkor tudjuk meg, miután már egyszer neki mentünk, és lemaradtuk, vagy megharcoltuk. És így sorra-sorra olyan szépek voltak ezek, hogy annyira inspiráltak, hogy elkezdtem ők velük kísérletezgetni, és előbb-utóbb hát összeszőttem őket. Tulajdonképpen engem leginkább az érdekel, azon kívül, hogy maga az anyaga is csodálatos, meg mindig más, meg olyan, amit nem tudok előre, nem tudom megtervezni előre, csak így nagyjából formailag, mert tulajdonképpen ez akkor derül ki, miután a filmeket egymás mellé rakom, hogy egymással hogy hatnak, illetve hogy mi lesz ebből végül is. Az asztaltörténetek kettő tulajdonképpen ez már az én életemből egy történetnek, egy megtörtént eseménynek az emlékére szőttem. Itt arról van szó nagyjából, hogy ilyen teljesen különböző emberek ülnek le az asztalhoz, tehát egy asztal képes arra, hogy embereket más nézőponttal, más beállítodással, más típus embereket és egymás mellé konszenzus szintjén leültessen párbeszédre, amire nagy szükségünk van. Tehát itt tulajdonképpen itt jeleztem is, hogy itt a filmekből mondjuk van egy boros pohár, meg egy műanyagos vizes palack itt. Egyik ezt szereti, másik azt szereti, és tulajdonképpen együtt leültünk egy asztalhoz. Nagyon jól sikerült. Ez volt az első felület, amelyen kísérleteztem, hogy hogy lehet összeegyeztetni, vagy átmenni a filmnegatívból. Ez egy elég merev, elég hideg anyag a puha textilben. Az elején féltem, hogy nem lesz elég filmem, filmnegatívom, ugye most már jönnek az emberek és hozzák, hogy Kati, itt találtam, ott találtam, ez is van, az is van, és hozzák ide dobozszámra a dokumentumjaikat, mert tulajdonképpen ezek ilyen egy kornak,
egy időszaknak, egy családnak, egy történetnek a lenyomatát hordozzák. Tehát én dokumentumokkal foglalkozom. Ez lehet ilyen egyszerűen családi fotózás nyomán, vagy kidobásra ítélt játékfilmnek a negatívja, vagy éppenséggel orvosi röntgenfilmek. Így 3-4-5 éve tulajdonképpen már erősen így az emlékmentésre koncentrálok, ez formailag, meg átvitt értelemben is, tehát vizuális emlékeket szeretnék megmenteni, vagy ezeknek a lenyomatait figyelem, amit tulajdonképpen a kollektív emlékezet így elénk tár, vagy enged észrevenni. És tulajdonképpen ennek egyik kis fejezete ezek a tűzfalak, ugye, amikor tulajdonképpen a tűzfalak akkor válnak láthatóvá, amikor valami eltűnik. Főleg itt városban, ugye én egy olyan kerületben lakom, amelyik elég gyors léptékben újul meg, és hát lépten nyomon látok eltűnőben levő épületeket, és helyette egy újat kikelni és újjáépíteni, és hát mindig megnézem ezeket, mikor egy épületet lebontanak, hogy tulajdonképpen akkor válik, miután megszűnik, vagy megszüntetik, akkor válik láthatóvá nekünk az a történet, a történelem, ami mögötte van, a lépcsők, a kisháznak a sziluettje, a tetőnek, a csatornának, a csöveknek, az alapnak, a mindenféle drótoknak és szerkezeteknek a vonala, ami arra enged következtetni, hogy itt régen milyen emberek laktak, milyen fajta kultúra volt itt. Ezek nagyon érdekesek, nagyon érdekelnek egyszerűen, nem csak grafikusan, hanem így eszmeiségében is. Egy ilyen kormosabb házrészt véltem egyszer felfedezni, és az mindenféle formákat láttam benne, úgyhogy úgy próbáltam maradni ezeket a filmeket, hogy azt idéze bennem fel, ugyanakkor felsejlik mindenhol, ha észreveszük ezeket a tűzfalakat, hogy van egy kis szobabelső részlet, egy kis festés, főleg a régi időkből a jó, mikor még ilyen mintákat is szeretek a falakra applikálni, akkor előtűnik egy-egy ilyen erősebb szín, mint egy más szobabelső részlet, vagy ami arra az időre vonatkozik, amikor ez még egy aktív lakás vagy házrész volt. Nagyon élvezem őket. Persze itt is megjelenítem a... Mindenhova be van szúrva egy-egy ilyen dokumentum rész, mondjuk, ahol az ember megnézheti, hogy mi az, amit megörökítek, ugye? Gyakran a saját családi életemből vett negatívokat rakom ilyen nagyon fontos, vagy ilyen jól célzott, jól kigondolt részekre. Ezek pedig ilyen nagy játékfilmeknek a kezdeti részei, azok mindig izgalmasak, mikor kapok ilyet, hogy mi van a szalag elején. Nagyon sokféle dolgot szoktak odaírni. Egyszerre kaptam egy olyat, hogy azt írták ilyen szép nagy betűkkel, hogy a szalagot nem szabad levágni. Igen. És akkor ide érkeztünk erre a pár kis, ezeket ilyen tört részeknek mondom, a kis minik, amelyek tulajdonképpen egy-egy kísérlet, egy-egy szösszenete a nagyoknak. Egy-egy kis részlet magunkban, amikor nem akarok egy ilyen nagyot, úgy érzem, hogy most nem szeretnék egy 2x3 méterest, vagy egy 10 méteres szőni, akkor szinte feloldódom. Én annyira élvezem, mikor átérhetek egy teljesen más méretre, a picikére. Itt más törvények érvényesülnek, de ugyancsak filmekkel, és ugyancsak gondolom, hogy itt például a régi ruhák, az ünneplőkre gondoltam, amikor ugye nagyanyámék mentek, és a
a körültem levő idős nénik együtt mentek a templomba kiöltözve karácsonykor a szép nagy ropogós szoknyájukkal. Ez nagyon bennem van gyerekkoromból. Tulajdonképpen a munkák, azt kell mondani, hogy egy külső szemlélőnek lehet úgy tűnik, hogy egy témáról szólnak, az is, de tulajdonképpen, ha jól belássunk, mindegyik azt mutatja be, vagy valahol azt tükrözi, hogy milyenek vagyunk, mi az érdeklődésünk, és milyen érzékenyek vagyunk, vagy hogy látjuk mi a mostani világot, a régit, vagy az, ami eljön.